A hétvégén hivatalosan is elkezdődik az evezős szezon. Ekkor rendezik a Margit szigeten a jubileumi 25. Gróf István emlékversenyt, ami egyben az 5. Budapest kupa a szervező Darobius Nemzeti Hajós Hegylet képviseletében. A vendégem Ficsor László vezetőedző, illetve a korábbi szövetségi kapitány, valamint András elnök. Jó reggelt kívánok az uraknak! Jó reggelt kívánok. Hát mindig, mindig irigylés sem számomra, amikor így az evezéssel kapcsolatos urak megjelennek, mert általában mindegyik igen magas, nagy termetőt legalábbis a Pozíciók java részében. E, azt kell mondanom, hogy egy, egy nagyon nagy hagyományú eseményről beszélünk, ugye, elnök úr, ami ráadásul most egy új kezdeményezés részese is, amennyire tudom. Ez Igen. kapcsolódik ehhez a jubileumhoz? Igen, hát azt hiszem a mostani versenyről el lehet mondani azt, hogy ilyen még nem volt. Uh -huh. Azért nem volt, mert Magyarországon folyami verseny, tehát nem versenypályán, hanem a folyóvízen ott ennyi 8-as hajó, ennyi nagy hajó még nem volt Magyarországon. Jelen pillanatban 71 nevező hajó van, és 7 országból jönnek a versenyzők. Ebben nagyon sok 8-as, 52 8-as lesz például. 52 8-as, ami azt jelenti, hogy ez egy üldözéses verseny, tulajdonképpen a, a Henley Regattának a mintájára indultak ezek a versenyek. Ugye hát a Henley Regatta az, az 1829-ben indult az egész, és hát attól kezdve aztán folyamatosan jöttek ezek a, a, a nagy részvétellel megrendezett versenyek. Most már Európában több helyen van ilyen nagy verseny, fővárosokban, városokban, például a Bázel Regatta, a Bázelhed, ott például tavaly novemberben 88-as indult, akkor van Berlinbe, van Angliába, ugye a Henley ragadta, Amerikába szintén, ahol akár több száz 8-as is indul. Hát mi úgy döntöttünk, hogy hát valahogy megpróbáljuk ezzel is a magyar sportot egy kicsit föllendíteni, hogy ne csak a versenypályán, hanem azért a, a, a folyóvízen is, ami sokkal jobban megközelíthető mindenki számára. Úgyhogy öt évvel ezelőtt akkor határoztuk el, hogy lesz egy ilyen verseny, amikor a, a nyolcasokkal tudjuk majd mutatni és demonstrálni azt a, a sok evezési lehetőséget és az evezésnek a szépségét. És akkor ugye egy pár nyolcas jött, és most már 52 nyolcas jött, plusz még a négy pár meg. evezősöket is hozzávettük. Na most, ha, ha, azt nézzük, hogy ilyen létszámú résztvevővel, sőt, hát ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy talán minden idők legnagyobb létszámú mezőnyével áll ez a nyitó esemény, akkor egy picit segítsen nekem értékelni a szakmailag, hogy azért, mert sok a résztvevő, az már önmagában jelente minőséget is, vagy pedig azért a az szezon elejét nézve az ember, ne számítson itt csúcsformára. Tehát hogy kell ezt nagyjából értékelni? Hát csúcsformára semmi esetre se kell számítani, hiszen ez egy alapozó időszaknak uh -huh. tulajdonképpen a... Első A Első megméretetése valóban, tehát itt azért már a válogatott keretek már ugye melegvízi edzőtáborokon Igen. vannak túl, a hazaiak is ugye a jó időjárásnak köszönhetően azért már készültek, ugye a külföldiekkel is egy van egy jó kapcsolata az Egyesületnek, így sikerült ezt a versenyt ö, ö, tulajdonképpen összehozni, és tényleg ez, ez ha, a Head of the River, ami jövő héten lesz Londonban, ott 428-as indul, de ők is 1926-ban még csak 21 hajóval indultak, tehát a mi 21-es, 20-valahányos létszámunkat tekintve Tulajdonképpen azon az úton járunk, és reméljük, hogy egy pár év múlva, jó pár év múlva mi is ilyen több százas, nyolcas részvétellel fogunk majd számolni. Visszatérve a kérdése, valóban ez egy jó megmérettetés, itt a válogatottaknak is egy nagy része elindul, tehát ez egy úgy mondja, még ilyen kötetlenebb verseny számukra. Jövő héten már egy távú verseny lesz, ami már viszont hogy mondjam, a válogatottak uh -huh. számára kötelező. Az alapozó időszak közepén járva, úgy gondolom ez a 4,5 kilométeres szakaszon zajló verseny, ez egy, ez egy jó megmérettetés, egy, uh -huh. úgymond egy színfolt az evezésbe, mert általában a válogatottak aztán ilyen speciális hajóegységbe, és általában ilyen kisebb egységekbe fognak továbbiakban készülni, tehát ez a 8 verseny, ez mindig is a, a versenyeknek úgymond a extra-ultrája, tehát ez nagyon-nagyon... <laughs> érdekes és ebben az, 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 az üldözéses indítású megmérekedés, ez mennyire ismerős a versenyzőknek, vagy ez mennyire teszi mondjuk őket <coughs> ebben, ebben? Ez nagyon, mint az elnök úr az előbb említette, tehát ezek a head versenyek, a head of the river, a head of the charts, uh -huh. a világban ez egyre inkább elterjedt, ez a tavaszi őszi időszakoknak a jellemző versenyzője, versenye, versenye. igen, és, és ez Számukra is ismerőt, sőt, hát egy kicsit tőlük is lesőett, majd a külföldiektől is ellesve ezt a, ezt az ötletet. Próbáltuk mi is ezt itthon meghonosítani, és úgy látszik, hogy eredménnyel, hiszen egyre nagyobb létszámba hát, jönnek tűnik, a nevezések. Úgy tűnik, hogy mondjuk, majd kezdenek a versenynek lenni, Uh, és nem csak azért, mert mögötte van most már két és fél évtized, azért persze ez nyilván nagyon sokat jelent bár hogy mondjuk, meg ahogy halljuk, ugye itt olyan nagy presztízsös, nagy hagyományú és uh, év hosszú-hosszú évtizedekre visszatekintő uh, múltú nemzetközi versenyek is vannak, hogy az ember ugye igyekszik ebben uh, talán a legnevesebbet a, a magyar tni alakítani. De azért is érdekes ez, mert ha jól tudom, akkor viszont első ízben lesz ez a verseny egy európai város, illetve a Duna mentén elhelyezkedő városokat is egyesítő viadalnak az első állomása. Igen? Igen, ez az első állomása, van az Capital Cup, Igen. az a Három főváros dunamenti főváros Bécs, Pozsony és Budapest. A három ö, országnak a szövetségi kapitányai most február 28-án írtak alá egy ilyen szándéknyilatkozatot, hogy ezt ö, tovább viszik ezt a lehetőséget az evezésben, és minden ö, országban meg meglet minden fővárosban lesznek most ö, ezek a versenyek. Az első az itt van, a következő lesz majd Pozsonyban, és utána május 16-17-én 16, pedig Bécsben a, a Wiener Achter. Uh -huh. Na most ezt, ezt a három versenyen, aki részt vesz, és a legtöbb pontot gyűjti össze, az lesz a, a, a kapitál köpnek, a kupának a nyertese. Ez ö, nagy érdeklődést váltott ki, és azt hiszem, hogy ez is, hogy ö, csatlakozott ehhez a, a Budapest kupához, azt hiszem, ez is egy nagy vonzerő volt. Ugye hát ö, csak Olaszország, Rómából 17 csapat jön. Horvátországból 8 csapat, Ausziából szintén 8 csapat. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez lesz. Hát múlt évben voltak az angolok is, meg a, a csehek is, meg románok is, azok most idén nem jöttek de a tervünk az, ahogy elteszett mondani, hogy ezt tovább fejleszteni. Uh -huh. Vendéglátói oldalon egyébként ez mekkora kihívás, hogy valóban ez egy bővülő, egy nagyobb bővülő létszámú esemény? Hát bővül rendesen, és azért most ugye hát a Margit sziget az egy nagyon jó hely, hogy ott megrendezzük. De már jövőre talán, hogyha valóban így növekszik majd a létszáma a versenyzőknek, akkor lesz, ne szeretnénk vinni akár a parlamentre is, és akár a, a március 15-ét ezzel is lehetne majd még színesebbé tenni. Értem. Úgyhogy a főváros az egyik támogatónk, a főpolgármester úr a fővédnöke az, a, uh -huh a versenyünknek, és gyakorlatilag az egész széchenyi emlékverseny, az onnan is kapta nevét, hogy a klubunknak az alapítója, az Széchenyi István volt. Igen. A... Úgyhogy... Már ebből a szempontból is érezni azt gondolom Igen, a, Igen. a történelmi erőt nyilván a rendezés és az egész esemény, illetve a hívása mögött. Egyébként a, tudható, és ugye itt a tartban is sokat emlegetett kényszerű költözködés ugye a Margit szigeti bázisról. Ez mennyire nehezíti meg a dolgokat? Tehát mondjuk például, ha jövőre a parlament elé kerülne ez a verseny, akkor ennek a költözködés is a kényszerű oka lenne, vagy inkább a látványosabb átétel meg a nagyobb létszám. Hát tulajdonképpen a, a helyszín változtatás, mármint a, a bázisunknak, az evezős telepnek az elköltözése az kevésbé befolyásolja. Talán inkább most a, ebbe az időszakban történő költözés okozhat szakmailag problémát. Ugye itt a felkészülés közepén vagyunk, és hát így a versenyek előtt egy, egy, költözködés, új klubház még... És hova költöznek? Az már, az már kialakult? Tehát erről már tudod, inkább túl? az elnök úr tudna majd bővebben a tájékoztatást adni, én nem folytam ebbe bele, az én részem ugye a szakmai, rész, hát De elszenvedője ennek, mert így, ugye a költözködés költözködéshez nem teszi ezt fenni. Így van, tehát a, a költözködés az mindenképpen befolyásolhatja ugye a, a felkészülésünket, hiszen... Teljesen más létesítmény, még az kérdéses, hogy egyáltalán hova fogunk menni, de minden esetre a felkészülést az hátrányosan befolyásolja majd, hogy hát a kondi edzések maga az épületnek a kialakítása az új helyszínen, ez mind-mind ez uh, nem a legjobb. Nem, a ideális, az, nem vagy ideális vagyunk ennyiben, a ennyiben a nem kifejezetten. Kicsit visszatérve, az előbb az elnök úr azt elfelejtettem. 600, tehát a versenyrendezői oldalról 600 csak versenyző vesz részt, és a, a mondjuk a, a érdeklődők látható, tehát több, több mint ezer főre számítunk ezen a versenyen, és mondjuk ilyen nagyszabású szinte csak az országos bajnokság, amikor ilyen nagy létszámmal vesznek részt itt, a, a, és ez tényleg abból a szempontból is újdonság, hogy magát a versenyt majd egy, egy kivetítő uh -huh. lehet nyomon követni, ami még érdekesebbé teszi, hogy teheti ezt a versenyt, Szuper. úgyhogy mindenképpen... Ennekkor elszaladt az időnk, de egy mondatban el tudja mondani, hogy, hogy van-e már új bázis, ahova költözik majd a... Hát Egyösület? sajnos egy mondatban tudom elmondani, azzal, hogy egyelőre még bizonytalan az elköltözésünknek a helyet, de minden ígéret megvan rá, hogy meg fogják oldani. Ugye hát egy kormányhatározat döntött arról, Igen. hogy az úszó szövetség kapja meg a mi klubházunkat, amit természetesen tudomásul veszünk, és együttműködünk mindenbe, de hát ahogy Fissor is elmondta, hát kell szakmailag nekünk egy okay. olyan hely, ahol rendesen tudnak készülni, mert a leendő olimpi, olimpikonjaink Igen. vannak, nagyon-nagyon ez, ez nagyon bízom benne, hogy ez az ez a áldatlan része ennek a felkészülésnek, ez minél hamarabb szó szóval szerint tető alá kerül, és lesz egy hasonlóan megbízhatós, biztos bázisa az Egyesületnek, hogy valóban a versenyzők, olimpikonok, meg az utánpotlás, nevelés az ne szenvedje ennek árát. Most viszont egy nagy hagyományú, nagyszerű eseményre készül a magyar evező sport, és ehhez nagyon sok sikert kívánok a rendezés oldaláról is. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.